Szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Valóban a napirend utáni felszólalásaimban szűkebb hazám, Pécs és Baranya problémáiról beszélek. Én azt gondolom, hogy mindenképpen látnunk kell azt, hogy a térség Pécs és Baranya megye is rendszerváltás utáni időszak vesztese lett, és nagyon sok tekintetben a helyzetünk tovább romlott az elmúlt 11 évben. Ugye már a Baranya megye országosan az egyfőre jutó ipari teljesítmény tekintetében az utolsó helyre került. Pécs megye jogú város pedig a nagy magyar vidéki regionális központok között az utolsó helyen áll a gazdasági teljesítményben. És sajnos ennek a mélyrepülésnek a hatásai láthatóak a tragikus elvándorlási adatokból. Tehát, hogyha csak Pécset nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy bő egy évtized alatt közel 15 ezer ember ment el Pécsről, alapvetően egyébként jellemző megélhetési okokból, és teljes megye népességvesztése is döbbenetes mértékű. És látható, hogy nagyon-nagyon sok feladatunk van, hogy ezt a leszakadást megállítsuk, és végre fejlődési pályára lehessen állítani térségünket. És ugye nyilván meg kell fogalmaznunk a kritikát, mindig és meg is tesszük az elmúlt évtized és az elmúlt évtizedek vezetői és a rossz vezetői döntések kapcsán, de arról is kell beszélnünk, hogy milyen tennivalóink vannak. Ezt nagyon világosan el kell mondani, hogy ahhoz, hogy érdemi változást ebben a helyzetben el lehessen érni, ahhoz kormányváltásra van szükség, és le kell váltani azokat a képviselőket, azokat a fideszes képviselőket, akik nem tudtak ebben a kérdésben lépni. Azért is szükség van kormányváltásra, és szükség van egy más összetételű országgyűlésre, mert az alapfeltételek, tehát a fejlesztés alapfeltételeinek a megteremtése bizony országgyűlési döntéseket, törvénymódosítást igényel, ezt önkormányzati hatáskörben nem lehet megtenni. És én ezekről a kérdésekről szeretnék beszélni a mai felszólalásomban, alapvetően a közlekedési infrastruktúra és a közlekedési rendszer tekintetében. Látható, hogy az elmúlt bő évtizedben is döbbenetes mértékben romlott le az alsóbrendű úthálózat, tehát nagyságrenddel nagyobb forrást kell biztosítani, és erre meg is vannak a költségvetési lehetőségek. Ugye a jövő évi költségvetéshez már benyújtottunk módosítót erre vonatkozóan, de nyilván reálisan egy kormányváltás után lehet ezzel a feladattal szembenézni. Nagyon fontos, hogy az eddig hiányzó és szükséges átkötéseket is biztosítani lehessen, hogy a településeknek, hogy a zsákhelyzetű településeknek a helyzetét megoldjuk, és az fontos, közlekedési útvonalak felé közvetlen kapcsolatuk legyen. Nagyon fontos, hogy az M6-os sok-sok ígéret és késlekedés után talán folytatódik majd is eléri az országhatárt. Ugyanakkor már a mai ülésen is említett M60-as autópálya meghosszabbítása a horvát határig Barcsig az elengedhetetlen fontosságú. Szintén szükség van a határon átnyúló kapcsolatok erősítéséhez, újabb határátkelőhelyek létesítésére a Barcs és a Dráva-Szabolcs közti szakaszon. Ez Magyarország egyik leghosszabb átjárhatatlan útszakasza. És ugye más komoly infrastruktúrális fejlesztésekre is szükség van, hogy a fő vasútvonalnak a kétvágányúvá fejlesztése óriási jelentőség, hogy az elővárosi közlekedésben ez valójában használható legyen. De a legfontosabb változás talán, aminek a részleteiről meg beszélnünk kéne, hogy végre valahára meg kell valósítanunk azt az alapvető közlekedési reformot, amiben az elmúlt évtizedben sokszor csak ígéreteket hallottunk. Tehát ki kell alakítani szintén megfelelő törvények módosításával és a jogszabályi környezet megváltoztatásával egy olyan egységes közlekedési rendszer, ami végre hatékonyabb kiszolgálást tesz lehetővé. Tehát a különböző közlekedési, közösségi közlekedési alágazatokat össze kell hangolnunk. Közlekedési szövetségeket kell létrehoznunk, amelyekben szerepet kapnak az önkormányzatok, és egységes tarifarendszerrel, egységes bérlettel való közlekedést kell lehetővé tennünk. Tehát nyilván a Baranya megyére vonatkozóan is ki kell alakítanunk a megfelelő közlekedési szövetséget Pécs központjával, és így lehetőséget kell adnunk a Komlón, Kozár-Mislegyben és a térség településein élőknek, hogy azonos bérlettel, egységes közlekedési rendszerben tudjanak közlekedni, adott esetben mondjuk Komlóról ugyanazzal a bérlettel tudjanak elutazni Pécsre, és a pécsi helyi közlekedést is igénybe venni, majd munka után hazamenni. Ez egy óriási segítség lenne a finanszírozási rendszer átalakításával, olcsó bérletekkel sokkal jobb közlekedési szolgáltatást lehetne biztosítani a Pécsen, Komlón, Kozár-Mislegyben és a térség valamennyi településén élőknek. És nagyon-nagyon fontos, hogy a megfelelő jó minőségű közösségi közlekedés kialakítása az megfelelő járműpark is van szükség. Ez láthatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben mindig egy állandó kihívás volt, és most is Pécs autóbuszparkja rendkívül leramlott és előregedett állapotú. Ennek a pótlására is megfelelő forrásokat kell biztosítani, és ez önmagában egyébként egy gazdasági munkahelyteremtési lehetőséget is kínál, hiszen hogyha egy összeszerelő gyártókapacitást telepítünk a városba, akkor a flotta folyamatos megújítása mellett nagyon sok munkahelyet is lehet teremteni. Tehát a lehetőségeink megvannak, a tervekkel rendelkezünk, itt arra van szükség,
szeretnék, hogy végre megtörténjen a kormányváltás, és ezen a téren is meg tudjuk teremteni az infrastruktúrális feltételeit Pécs és Baranya fejlődési pályára állításának. Köszönöm szépen. Az országgyűlés a napirend utáni felszólások végén.